Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Picsor Zoltán, azaz Fifika. És Pivkó Krisztián, alias Zörgő Mújó. Azt hittem, azt mondod, hogy alias Hullámforma Mújó. Hullámforma. Milyen a hullám? Karcsúrbára hullámforma? Hát itt nézem, és semmi nem történik, néma csönd van basszus, és mint egy földrengésmérő. Egyfolytában röcög, hihetetlen. Próbáltad már kikapcsolni, bekapcsolni? Nélküli kábellel? Vagy esetleg csökkentett transzsír savakat tartalmazó burkolattal? Nem, még nem. Sosem. Hát, Krisztián, sajnos el kell, hogy keserítselek, hogy ez az a rész, ahol megint csak egy dolog jön be a képbe, a pénz. Minél olcsóbb, annál zörgősebb. De nem értem, hogy mivel interferál, amikor már... Nem, szara belső erősítőd, ennyi. A mikrofonban? Nem. Abban az előerősítőben, ami a mikrofonra van rádugva, amire a mikrofon van rádugva. Hát az biztos, hogy nem. Akkor meg szara kábeled, és per vagy, vagy ahogy szoktam mondani a RIP, és / vagy, szara a számítógépednek a csatlakozója, vagy a belső hangkártyája. 20-as hálózat. Azt megpróbálhatnád még egyébként majd igen, hogy kihúzod, és akkor... Vagy megfordítod, vagy kihúzod, és akkor, hogy a bum az megszűnik-e. Most nem merek megmozdulni, mert most ellaposodott a hullámformám. Ó! Úgy is kérdezhetném, hogy mi történt veletek a héten, de tudom, mert egész héten beszélgettünk körülbelül, tehát ha nem telefonon, akkor cseten. Ez tök olyan, mintha összeköltöznénk, nem? Tehát ilyen minden levegővételt tudsz. Mondjuk annyi, hogyha fingasz, akkor nem hallod, de egyébként abszolút. De sorozatot kéne ebből csinálni, tisztára, mint egy Friends. De ez a legjobb része egyébként, hogyha fingasz, nem hallod, és nem érzem a szagát se, tehát így a legjobb. Nem baj, majd írunk rá gyógyszert, mondta az orvos. Én azt javasolnám egyébként, hogy fűzzük szorosabbra a kapcsolatunkat, avagy lépjünk szintet, és telepítse föl mindenki ugyanazt a csevegő szolgáltatást a telefonjára, belépünk ugyanabba a csoportba, és ott is tudunk kokettálni, hogyha SOS probléma van. Majd adáson kívül megbeszéljük, hogy mit telepítsetek föl. Na de lakás, nem akarjuk bekamerázni, és ilyen vaper reality. Hát de most, Krisztián, a tiéd be van már kamerázva, tehát miről beszélünk? Az egyszer igaz. Cica vízió. Többször meg lehet figyelni, amint tisztázom. Én egyébként múltkor unalomból néztem az üres lakásodat. Bocsánat, figyeltem, hogy nincs-e betörőd. Nem volt? Zárójelben megjegyzem. Ez nagyon megnyugtató, köszönöm szépen. De azért egy takarítás már ott elfért volna. Mármint nem takarít, egy rendrakás, mert a macska az tevékenyen dolgozott ott előtte azon, hogy mindenki tudja, hogy ő ott van, tehát semmi nem a ő neki elrendelt helyén volt, ahogy néztem. Ez most az ő birodalma. Nem piszkálom. Krisztián így lemondott a lakás tulajdonjogáról a macska kedvéért. Ennyi. Nem volt soha tulajdonjogunk. Krisztián, én azt szeretném kérni, hogy az a verk videó, amikor majd rátérünk, hogy milyen videót csináltunk, azt a verk videót, azt légy szíves, ne ilyen lebutított verzióban, hanem valami normális felbontásban küld már át nekem FTP-n, és hadd rakjam ki az embereknek, hogy lássák, hogy te milyen humánus vagy a macskával. Hát és 720p nem elég jó neked? Hát persze, csak valami Google Drive-ra raktad föl, és botrány volt a minősége. De nem azért volt olyan botrány a minősége, hanem azért, mert nem fókuszált a kamera. Tehát még szerencse, hogy azok a felvételek nem is sikerültek alapvetően. Zseniális volt a macska volt. Egyébként. Eszembe jutott a Sanyikás macska videó. Hogy is volt az? De szép macska vagy, Sanyika, a kurva anyád! De hogy még a Sanyikás videóból is videót csináltak, tehát... De azt nem láttam, de azt hallgattátok a rádióban, hogy előkerült az egyébként kislány és az anyukája? Nem. Képzeljétek el, betelefonált múltkor a Klassz FM-be, vagyis nem, valaki írta neki, hogy róluk volt szó, és akkor
betelefonált, hogy hát tulajdonképpen ez nem mostani videó, meg ez úgy történt, hogy az apjának a telefonját úgy elvitte akkor még 5 éves gyerek, és nem is tudták, hogy videózott, csak hónapokkal később, tudod, mikor rendet rakott a telefonján a fater, és akkor ez mi? És így szakadtak a röhögést, és mutogatták, hogy ez ismerősöknek. És valaki elkérte, tehát nem is ők töltötték föl. És aztán meg, jaj, szedd már le, de hát Krisztián, mi az, amit az internetre egyszer fölraksz, azt onnan nem veszed le többet. Úgyhogy így indult el a hírnév felé ez a kislány egyébként, aki nagyon aranyos volt, beköszönt ott a rádióműsorba, úgyhogy mondták, hogy de Sanyika is megvan, köszöni szépen, jól van. Érdekes, nem akartam elhinni, hogy ők azok, de tényleg ők voltak. Egy az egyben olyan volt a kis csaj hangja. Úgyhogy ennyit a kis offról. De hogy mi történt velünk a héten? Már azon kívül, hogy adás közben alszunk. Tudom, hogy egy ország izgul rajta, úgyhogy elmesélem, hogy nagyon szépen alakul a nagy cica, kis cica összebarátkoztatás, és már többször testközelből is találkoztak egymással, és nem estek egymásnak, úgyhogy lassan kikerül a kis szobából, lassan a stoppos névre hallgató kis szörny. Ó, csak vinné már el valaki. Isten ments. Hát akkor ez most olyan ideiglenes befogadás volt, hogy te már akkor tudtad, hogy nálatok marad? Hát ez kimondva nem lett, de onnantól kezdve, hogy elkezdtük az összeszoktatást, szerintem ez már viszonylag egyértelmű volt, hogy hozzánk nőtt. Nem tartott sokáig egyébként ez a folyamat, amik hozzánk nőtt. Van egy marék hangyám. Több macskával kérem, ne csöngessen be senki hozzá. Nem akarod befogadni a marék hangyámat? A marék hangyádat nem, nálunk is van pont elég rohadt fáró hangyák, kiírtatatlan dögök. Ja, Istenem. Szigetelve van az épület, Krisztián? Hát figyelj, ez egy bazi régi épület, úgyhogy maga szigetelve van, de szerintem annyi luk van rajta, mint egy normális elementális ajtón, úgyhogy jönnek ezek mindenhonnan. Kizörög a háttérbe. Titkos vendégünk Kinga. Hello, Kinga! Szia, Kinga! Tök, hogy köszönünk neki egyébként, a mújón van a fejhallgató, tehát abszolút semmit nem hallom. Csak hallanál, baj... visszaköszönne. Hello! Na tessék! Egy nő az adásban. De durva. Volt már nő az adásunkban? Hogyne. Volt, kettő is, igen. Judit a múltkor, igen. Meg a riporter hölgy. Ez a Judit a, ez majdnem olyan volt, hogy Ludit a... Nem. Nem, csak mondom, hogy... Mi történt veletek a héten? Majd a 9. pontban elmondjuk, hogy min voltunk éppen megfeszülve, de az oly régóta nyúló kálváriám, ugye, hogy jött nekem likvid mennyiség bárhonnan, ami EU-s, és megfogták a navosok, és képzeljétek el, hogy írtam beadványt is, meg az anyám kínját is, meg más is, akinek lefoglalták, és olyan kultúr cég ez a NAV, hogy azt sem mondták, hogy húzd meg a logómat. Egyszer, bajszom. Igen, én is erre gondoltam pont. Egyszer csak azt látom a TNT-ben, hogy már nincs meg a csomag. Már úgy, hogy tudod, nincs benne beírtam a tracking numbert, és nem adott ki semmit. Ó, hogy mondom, hervadjon rátok az összes virág. Aztán megint beszéltem velük telefonon, aztán nincs benne az ügyintéző megint, aztán már bent van, de hát majd attól függ, hogy mit mond az, aki bevizsgálja, mondom, ne vizsgálgassatok semmit, hiszen rajta van minden. Na de mindegy is, képzeljétek el, megjelent tegnap a tracking number újra a TNT oldalán. És kihozták a csomagot. Egyre volt jó egyébként ez a határozat, hogy nem emlékeztem, hogy mit rendeltem, kinyomtattam a határozatot, és arról ki tudtam pipálni, hogy ez is megvan, ez is megvan, ez is megvan. És teszem hozzá zárójelben, hogy ez addig jó hír nekünk, amíg el nem fogadják a törvényt, mert hogy az is tudta, akinek
tájékozatlanságból elküldték, hiszen úgy, ahogy volt, garanciazárral, gyerekzárral, tudod, ez a roppantós első nyitás mindegyik flakonnál megvolt, hozzá se szagoltak. Rajta volt a birodalmi pecsét. De hogy már ez milyen, öcsém, mint a, tudod, így a, állnak így a start, visztójel a politikusok, mindjárt elsütjük, erre a navosok így kirohannak a pályára. Igen. Jó, gyertek már vissza, én nem lőttünk. Egyébként, vagy lehet, hogy az kellett volna még, mert nem volt ráírva a flakonokra a nevem, azon kívül minden. De lehet, hogyha a nevem rajta van, akkor tudod, hogy kibontják, ez az övé. Tudod, nem mond ki a nevét, azé. Ki nem mond. Vagy ha kimondják, akkor maradj már. És akkor lehet, hogy még ki se bontják, de mindegy, kibontották, annyi volt, hogy egy narancssárga csík volt a dobozon, majdnem behugyoztam, mire lecűgöltem a irodából, de most már vadul durrantom a újabb málna adagomat. Ezúton is köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben. Mind a küldésben, mind a navval történő majdnem jelzőt mondtam, hogy milyen kardozás, de a kardozásban. Úgyhogy szép munka volt, férfias munka volt mindenki részéről. Halleluja. De ettől függetlenül, tehát ez mostanáig, ugye, tehát még egyszer kimondhatjuk, ez így tökre jó. Most átengedték, és aztán jönnek majd a sértődött kommentelők, hogy úgy volt, hogy megoldom okosba, de nem így. Így fogják a csomagjaitokat egytől egyig megfogni a határon. Hát nem határon, mert Fifika, ezt hogy fogták el? Mélységi ellenőrzés során. Ennyi. Tehát mélységi ellenőrzéssel így fogják nem kikézbesíteni a csomagot, amit már kifizettetek, mondjuk. Fuck yeah. Hát, ezt sose gondoltam volna, amikor határőr voltam, hogy a mélységi ellenőrzést az fogja majd egyszer jelenteni, hogy Magyarországon megállítják a teherautót, és azt mondják, hogy na, akkor le lehet pakolni. Istenem. Egyébként én azt tervezem, hogy kiadok belőled majd egy életrajzi könyvet hogy nem voltam én még akasztott ember, ez a munka címe. Tehát amit tudunk rólad, hogy határőr, könyvkiadó, magazinszerkesztő, laborasszisztens, vagy mi a szent szar. Méregraktáros méregkezelő, és a többi. Astronauta is. Az nem voltam többször. Még. Az nem voltam még. Na de gondolatban. Úgyhogy... Lehettem volna, de visszautasítom. Kamikaze. Úgyhogy ezt fogom kiadni, szerintem nagy sikerem lenne vele. Illetve neked, mert rólad írnám. Dóci kamikáze. Na, ez történt velem és veletek. Hát én egyrészt végig izgultam a csomagot történetét. Másrészt nekem jönni fog majd csomagom, óriási karácsonyi bevásárlást tartottam. Fekete péntek? Nem, köze nem volt, mert ráadásul azt hiszem szombaton bírtam mindezt berendelni, de most szólok az illetékeseknek, hogy 12 dollár. Hát nem kell különösebben bontogatni a csomagot. Elszántam rá magam, hogy vettem egy ilyen, minek hívják ezt, ilyen belerakod a telefonodat, és akkor fölteszed a fejedre ilyen szett. szemüveg. Micsoda? Hát mit tudom is én, YouTube-on vannak olyan videók, amik jobb bal képosztott. Sztereoszkópos. Ez a virtuális valóság, virtual reality. Vettél egy 3D szemüveget. Hát, nem, azért, szerintem azt a doboz, azért, nem? Olyan, mint a mint az Oculus Rift. Olyan, mint egy papírdoboz, de ez már műanyag, tehát már nem is tudom mi, módosított verzió, csak belepattintod a telefonodat, és akkor vannak ilyen
ilyen VR alkalmazások Androidra is, meg iOS-re, meg mondom, YouTube-on is van egy csomó videó fönt, amit ilyen jobbal osztott képernyőn lehet nézni, és akkor azt ilyen hatások. Na ez az én saját magamnak kiválasztott karácsonyi ajándékom. Tehát én minden évben valami hülyeséggel lepem meg magam, úgyse tudja a család, hogy éppen mire fáj a fogam, és akkor ennyi. Ó, bedobok egy linket, akkor az érdekes, hogy pont erről jutott eszembe, hogy láttam egy ilyen $100 körüli indigogós nanodrónos projektet, ami mondjuk 6-7 percig tud repülni, nagyon picike, ja, de az pont igen. Ilyen, az a papírból hajtogató sztereoszkópikus mobiltelefonos nézegető van, és így repülsz, és akkor 3D-be tudod nézni, amit lát a drón. Tehát ha én azt mondom neked, hogy én már 10 évvel ezelőtt ezt kitaláltam, akkor nem mondtam semmit. Ja, de ez is bekerül majd a könyvbe. Ezt föltétlen, Charlie, légy szíves, említsd meg, mert szerintem az adná vissza egyébként a repülés élményét kvázi, hogyha lenne, akkor még tudod, ilyen bukósisak alakú VR sisakok voltak 10 évvel ezelőtt, és egyszer kipróbáltunk egy ilyet. Mint Stephen King fűnyíró emberének a film verziója. Igen. És akkor egy sztereó kamerával egy repülőmodell az egészen brutális élményt tudna adni, hogyha közben vezetnéd. Úgyhogy azt a képet látod, amit a masina akkor lát. Te imádni fogod ezt a nanodrónt, bedobtam a linket ide. De egyébként hát ez most is működik már, tehát na de, itt tartod a szemed és mész, és tök 3D. Két dolgot akartam mondani, az egyik, hogy ugye milyen érdekes, ez majdnem olyan, mint a Doom-nak a mindig készülő, nem is a Wolfenstein, hogy tököm tudja, melyik játék volt, ami 10 évig készült, a következő, tudod, majd jövőre. Duke Nukem. Igen, a Duke Nukem Forever, azaz. És ez is olyan, hogy kitalálta ezt az egész tök jó sztorit az Oculus, és itt a béta, meg lehet rendelni a bétát, hogy de csak fejlesztőknek is, hogy mégis itt a béta, és itt a béta, és csak ezt találtad a neten, hogy itt a béta. De venni nem tudtál. És akkor szépen bejöttek ezek az még több $100, tehát $600-$700 körül volt a kezdőpak, és hogy majd lesznek olyan játékok, amik majd évek múlva. Na, és akkor utána kijöttek ezek a $20 hajtogasd meg dobozból, meg most már műanyag, szóval megelőzték a... Nem is értettem, érted, hogy mi a picsának ide ettől nagyobb cucc. Ami viszont hihetetlen nagy innováció, az a Microsoftnak a virtuális valóság szemüvege. Tehát az hihetetlen. Azzal én még nem találkoztam. Én se. Hát ne vicceljetek, már tele van a meta videókkal róla. Mennyi időd van neked, Fifika? Az egy olyan szemüveg, amit fölveszel, van hozzá egy, tudod, a Microsoftnak van ez a sztereókamerás mozgásérzékelős megoldása, föltérképezi a szobát körülötted, és mondjuk húzol a kezeddel egy LED TV-t a szembe lévő falra magadnak, és azon lejátszod a filmeket, vagy bármit. Hogy húzol egy LED TV-t a falra, Fifika? És mennyiben különbözik a LED TV falra húzása mondjuk egy LCD TV falra húzásától? Meg egyébként, hogy fizikailag mindegy. Ott van a TV, de te inkább egy másikat húzol oda. Hát tehát nem kell, hogy ott legyen a tévé, csak hogy ahogy nézel szét a szobában, bármit virtuálisan oda tehetsz a szobába, mint tárgyat. Aha. Például, hogyha a tervező vagy, akkor az üres szobába berajzolhatod a bútorokat. Ja, értem. Különböző... Tehát amit mondjuk az ArchiCAD, meg akármilyen CAD programok már évtizedek óta tudnak. Jó, egyébként jó, oké. Jó. Ne szívjuk a vérét, jó. Ez tényleg jó pofa. Mit akartam neked mondani? Egyébként, hogy mondtad ezt, hogy a kamera, és akkor így repülne, akkor is nem fogom abba hagyni akkor sem, amit mondok. Nem baj. Rohagy meg, kiment a fejemből. Nem. A Phantomnak van ilyen cucca, tehát az a drón... A Louis de Funé Phantom? Ó, Istenem, bazd, veled is csak többen vagyunk a Földön. Tehát, hogy rajta van egy gimballal a stabilizált kamera, ami egyébként egy GoPro, és azt a képet ő tolja neked vissza,
és akár úgy is tudod navigálni a cuccot, és épp most néztem, hogy kijött az új Phantom, de itt már ilyen összegekről beszélünk, hogy 1300 dollár mondjuk, tehát azért nem gyerekjáték. És mindig az volt a fő probléma, hogy kicsi az aksi idő, és egyébként, ha az aksid már about to die, akkor igen nehéz nyugodtan lerakni a gépet. Na, ennél van egy kapcsoló, tik, átkattintod, és akkor ő mindenféle lézeres letapogatóval nézi, hol a föld, mennyi aksi van, hol szállok le, és szépen leteszi magának a gépet, tehát nem kell hozzá mindenféle tudással rendelkezni. Mint az elitben annó a dokkoló kompjúter. Ú, de jó volt. Istenem, azért mit kilóttam, mire egy rohadt dokkoló kompjútert tudtam venni abba a kurva játékba. 3 számítógépen keresztül játszottam az elitet. Fú, de imádtam. Nagyon jó volt. És akkor mi történt Mujóval? Velem? Hát, amit a cicákon kívül mesélgettem, elkezdtem blogolni, de erről úgy is tudtok. Most már annyira kikívánkozott belőlem néhány száz sor, hogy muszáj volt elkezdeni. Úgyhogy én is beléptem a sorba. Blogger Jampec. Ja, ezt a linket majd tegyük blog be, mert azt a nagy melóban kihagytam, de írjuk már be, és akkor azt is meg fogjuk kicsit promótálni. De akkor csapassuk szerintem a híreket, mert lesznek most is terjedelmes anyagaink. All right. És rögtön kikezdi? Mujó. Az nem én voltam. Mi a bizsúrnálos? A figyelem. Bizony, az nem én voltam. Jó, ja, az én voltam. Bocsánat. Fogd a Blackire. Ezt akartam mondani. Blacky már megint betett valamit. Nem. Most ja igen, amit az adás elején mondtam, hogy egy pár idegesítő dolog van, ahogy podcasteltek. Az egyik ez a tehát ez a folyamatosan őzés, meg krákogás, meg torokköszörülés, na ez az, amit nem fogok kiszedni már többet. Mert csak az időmet ne raboljátok. Ne szedd ki, Charlie. Hát ilyenek tudom, vagyunk. Életszaga van, ja. Ilyenek minden ember kritikus, figyeld meg. Igen. Őrület. Nem, ez már szerintem nem kritika, ez már így benne van a vérében. Azaz. Na, csapassad. Na, szóval az van, hogy kvázi összeesküvés elmélet gyártásba kezdtem, és hogy miért is van ez az óriási év a magyar döntéshozókba, hogy minden áron átverjék ezt az egyébként szar döntésüket a piacon, illetve nem is a piacon, rajtunk. És így folyamatosan jönnek a hírek, tudod, és ezt csak így elkezded egybe látni az egész képet. És én azt gondolom, és ez az én saját véleményem, tehát most, ami elhangzik, az nem az egyesületé, nem semmilyen közösségé, amit esetleg képviselek, vagy amiben benne vagyok, ez a teljesen saját meglátásom és a saját véleményem. Azt gondolom, hogy itt gyakorlatilag most egyfajta piacsöprés van folyamatban. Ebből a piacból ki kell tenni a kis és középvállalkozókat, azokat a magyar cégeket, akik ezt a piacot idáig elhúzták, és most jönnek az úgynevezett nagyok, a nagy multinacionális cégek, akik egyébként meg csak akkor hajlandóak ebbe az aránylag kicsi, tehát azért ezt lássuk be, egy 4 milliárdos piac azért egy halom cégnek át se lépi az inger küszöbét. És most van az, hogy egy üres piacra úgy tud mindenki belépni a multik közül üres lappa, hogy gyakorlatilag egy vákumot képeznek a piacon, és aztán majd ezt ők fogják, nem is tudom, föltölteni a saját termékeikkel. Ugye egy, illetve több problémája van amúgy ennek az elképzelésnek, de minden hír és minden dolog arra mutat, hogy
Ugye azt tudjuk, hogy itt a nyerekben, a cigarettafronton, a BIT, a British American Tobacco került Magyarországon, és mint azt láttuk egyébként a médiában, a hírekből, a Japan Tobacco, a Philip Morris is aláírta azt a papírt, amivel szentesítik, hogy a központi dohányelosztó csinálja meg a kiskereskedők felé az áru elosztását. A BIT-nak pedig ugye szerződéses, nem is szerződéses, tulajdonrésze van a Reynolds-ban, amelyik az egyik ilyen innovációs cég az e-cigaretta piacon, és hát gyakorlatilag úgy időzítenek termékeket, hogy amikor az európai vagy az amerikai piac átlépi az ingerküszöbüket, akkor dobnak piacra bizonyos fejlesztéseket. És hát most is ez történik, egyébként itt a szemünk előtt játszódnak le ezek a történetek, hogy egy új innovációs eszköz kerül a piacra, ez az iFuse nevű termék, a BIT jelentette be. Ez egyesíti... BAT. Tehát a BAT jelentette be, vagy magyarul BAT. Igen. Jelentette be ezt az iFuse nevű terméket, amelyik egyesíti magában az e-cigarettát és a hagyományos dohányzást. Én már így demókat láttam erről a dologról, és csak így néztem ki a fejem, hogy úristen, ez most mi? Én bízom benne egyébként, hogy ezek és már ki is találták persze a nevüket. Egyébként károsabbak, mint az e-cigaretta, de nem annyira károsak, mint a hagyományos dohánytermékek, és erre külön kitaláltak ezeknek a termékeknek egy gyönyörűen hangzó nevet, ez a csökkentett kockázatú dohánytermék. Érted? Tehát, hogy az e-cigaretta egy kalapszar amúgy, mert ugye, mint ezt Ildikó... Hát nem úgy hívják, hogy csökkentett kockázatú. De nem úgy hívják, hogy csökkentett kockázatú dohánytermék, mert hogy nem dohánytermék, de ez viszont csökkentett kockázatú dohánytermék, és mindenki ezt vegye, mert ez kurva jó lesz. Nagyon ordas a történet, szerintem hihetetlen módon belehúztak minket egy olyan csapdában, amiből nem fogunk tudni kimászni, vagy hát legalábbis az utolsó jeletünkig harcolni fogunk az ellen, hogy ez megtörténjen, de ma Magyarországon ezt gondolom, hogy itt gyakorlatilag kisöprik a piacot a multinacionális cégeknek. Sajnos, ezt kell, hogy mondjam, mert egyébként meg kormányzati retorikában ugye más se hallunk, mint hogy debezzeg a magyar piac, a magyar kisvállalkozások, a magyar emberek érdekei, stb. És az órunk előtt éppen ez történik. Hát nagyon nem mindegy, Fifika, hogy az a mocskos, undorító külföldi pénz az zsebbe vándorol, vagy sem. Mert onnantól kezdve már is más a leázó fekvése. János örökbecsű mondatát idézné, csak az a baj, hogy itt mindig arra a zsebre ütnek, amelyik nem nekünk fütyül. Hát, ennyi. Én, hogy ne legyünk ennyire pessimisták, inkább Petőfi Sándort idézném. Foglalod ám a kurva anyádat. De nem a mi hazánkat. Édes Istenem. Miért? Mi bajod, Charlie? Egy kis irodalmi sarok. Ezt is megéltük. Charlie, ez úgy kezdődik, csak hogy legyél te is okos, itt a nyilam, mi belőjem, királyi szék áll előttem. Belelövő bársonyába, csak úgy porzik kínjába. És ugye, amit te idéztél, az meg az, hogy mit nem beszél az a német. Igen. Ugyan? De hát, na, most nem a németekkel van problémánk. Legalábbis nem csak velük. Jó, nikotin felszívódás.
Igen, a tudományos élet nem áll meg, dacára a szélmalom harcunknak sem, úgyhogy az elmúlt héten is jött tanulmány, most éppen azt vizsgálgatták, hogy milyen tempóban szívódik föl a nikotin a bőrön keresztül. És a kísérletben egy nem egészen 8 mg per milliliteres, mert 8 mg per grammos erősségű likvidet teszteltek, úgy tehát ez így a fajsúlyokat számolgatva valamivel kicsit gyengúszabb, mint egy 8 mg per milliliteres likvid, és azt... Igen? Az attól függ, hogy mibe volt oldva, de igen. Tehát, ha jól nézem, akkor... normális likvid volt. Úgyhogy a vízhez képest sűrű, hát az, és ezért aztán nehezebb. 1,2 a szorzószám, Krisztián. Na jó, csak kérdés, hogy milyen arányban volt. Nem tudom. Itt tényleg csak azt olvasom, amit számban írtak. Azt írják, hogy valamennyivel gyengúszabb, mint a 8 mg per milliliter átszámolva. És a lényeg, hogy azt az eredményt hozták ki belőle, ilyen speciális sejtkultúrákon, vagy bőrfelületen keresztül, hogy hívják ezt, franc sejteken keresztül tesztelték ezt a dolgot, és azt hozták ki, hogy egy felnőtt tenyérnyi területen óránként 0,5 milligram szívódik, és akkor most nagyot kerekítettem, mert 0,48 század, tehát 0,5 milligram szívódik föl nagyjából egy felnőtt tenyérnyi területen. Úgyhogy ennek a konklúziója igazából az, hogy pusztán a bőrrel érintkezve egy 8 mg per milliliteres, vagy az abban az erősségben, amiben kereskedelmi forgalomban e-likvid kapható, eléggé valószínűtlen, hogy bőrrel érintkező, ha csak nem megfürdik benne valaki, bármilyen komoly mérgezéses tüneteket produkáljon, de természetesen azért hozzáteszik, hogy nyilván a kisebb testsúlyuknál fogva a gyermekeknél itt nagyon-nagyon más a helyzet, úgyhogy ettől még nem kell felelőtlenül szanaszéjjel hagyni az e-likvideket, de lényeg a lényeg, hogy mezei készre kevert utántöltő bőrrel találkozva valószínűtlen, hogy bármiféle komoly mérgezéses tünetet produkáljon. És lemosva, tehát azt ilyenkor mindig el kell mondani, hogy az nem úgy szokott történni, hogy lelocsolom magam likviddel, és úgy maradok. És lefekszel aludni. Komolyan mondom, sokszor így nem is értem, érted, hogy amikor jönnek ezek a rémhírek, ugye Ildik osztályából is elhangzott ez a hihetetlen mondat, hogy és a gyermek bőrére kerülve milyen izé. Hát meg az új államtitkárunk. Nem, tehát így rájöntöd a hipót a gyerekre, azt úgy hagyod. Hagy szívódjon. Ugye, mi volt az országgyűlés előtt az általános vitán? 6 mg per milliliter a gyermek kezére csöppen, és kész a baj. Hát. És kész a baj. Tehát ez valami hihetetlen. Nem is, nekem nincs is már jelzőim rá. Tehát ez nem is ordas, ez aljas. Érted? Tehát ez a tényeknek olyan szintű elferdítése, hogy autóval nem lehet rá fölmenni, érted? Mert 45 fokot simán meglépi az a lejt. Én azt látom egyébként, hogy egy kicsit ilyen mellékszálon becsatlakozhatok ebbe, hogy én nagyon sokat gondolkoztam az új, még annyira új az új egészségügyért felelős államtitkárunk, hogy még a cellofán is zörög rajta nagyjából, de hogy én azt látom rajta, tehát ahogy úgy kicsit dadogott, döszögött az országgyűlés előtt is mondta, és aztán ugye a Népjóléti Bizottság ülésén meg se szólal, csak annyit mondott, hogy a tarcon nem támogatja, és az végig a Beneda vitte a prímet, és mondta a bődületesebbnél bődületesebb fasságokat. Hogy én azt látom, hogy szegénynek így bemagoltattak vele néhány dolgot, de igazándiból ő nem is foglalkozik vele, hogy az úgy van-e, nem igazán érdekli ez az egész történet, ő ilyen tiszta, mint egy kesztyűbáb. Tehát így odalökik, hogy na, ezeket mondd el gyorsan, csinálj úgy, mint egy államtitkár, aztán már hazamehetsz. És hogy ő, ez nem teszi egyébként kevésbé ártatlanabbá őt, tehát pontosan ugyanolyan bűnös, mint az összes többi, mert azért én speciál azt gondolnám, hogy egy államtitkár mondjuk így lenyom egy sallert a helyettes államtitkárnak, hogy beszélsz itt hülyeségeket, Attila, de nem ez történik, szépen némaságba burkolózik és hagyja, hogy a baromságokat beszéljék. Bocsánat, csak ezt a megfigyelést szerettem volna megosztani mindenkivel, hogy teljesen bizarr az egész.
kétségei ne legyenek senkinek a tájékozottságukat illetően. Tehát nem is tudom, tehát ehhez már azt gondolom, hogy túllépjük azt a határt, amikor azt mondhatjuk, hogy na de elgondolkozott rajta, vagy utána járt, érted? Tehát, hogy nem. Ez el fog tartani egy darabig, mire világosan fogunk látni ebbe a kérdésbe, de nekem is nagyon fúrja az oldalamat a kíváncsiság, hogy most tényleg ezeknek ki lett adva az ukáz, hogy figyelj, itt a NEFI ANTSOF, hogy hívják, korányi anyag, ezt kell tolni. De hát utána nem kell utána olvasni, ezt kell tolni úgy, ahogy van. Slusz. Nem, ez így nem jó. Gondolkozom. Ez így jó. Hogy ez van, vagy ezek leülnek egy ilyen kávé-te a délutánra, és átbeszélik, hogy figyelj, ezen a számon még tekerjünk egy kicsit, és akkor az úgy sokkal hatásosabb lesz, ha inkább azt hazudjuk, hogy ja, jó ötlet Attila, jó ötlet Attila. Ugye Tibikén? Persze, pacsi. És hogy így szépen így le egyeztetik, hogy akkor hogyan fogják lehazudni a csillagokat is az égről. Én baromi kíváncsi lennék rá, de egyszer majd valószínűleg fény derül rá talán. Remélem. És akkor majd tudni fogjuk. Egyelőre igazából pontosan elég annyit tudni, hogy hazudnak, mint a vízfolyás. De rohadtul kíváncsi vagyok. Charlie, ezt is vágjuk ki. Nem, ezt azért nem vágjuk ki, mert próbálkoztam azzal, hogy hát ha valamelyikötök megszólal, hogy na lépjünk tovább a következőre, és akkor bekapcsolódok, mert most egyébként neked is mújó mondom, hogy küldtem e-mailt az új belépési adataiddal, aztán ezzel cseszekedtem most itt a szervert. Úgyhogy hol tartottunk? Igen, vagy nem, figyel. Na nem, szép, lebuktál. Fél füllel itt voltam. Beszélgetünk egy kicsit a zárom. Nem, nem, tök egyszerű lett volna, hogy csak egy pontot mondjatok. Igen, a Benedára fölkaptam a fejem. Nővérszemmel. Nővérszemmel. Még csak itt tartottatok? Igen, beszélgettünk. Édes Istenem, jó. Ez képzeld. Próbálunk kedvére tenni Lackó Attilának. Nővérszemmel, ezt is én hajintottam be, ez Kellyanne Forbes, kanadai nővér, és egyébként a kanadai dohányzás ártalomcsökkentési szövetségnek a mi a fene igazgatósági tagja, és a kárcsökkentősi oktató, nem tudom én minek, valaminek az igazgatója, és ő írt egy ilyen néhány oldalas levelet a kanadai egészségügyi képviselőknek, ahol ugye most lehetett hallani a hírekbe, hogy ott valami orbitálisan nagy bőszmeségre készülnek ott is. És összefoglalta a gondolatait ő, mint nővér az elektromos cigarettával, illetve az elektromos cigaretta üldözésével kapcsolatban. Nem mutatnám a teljes tartalommal a T-hallgatóságot, meg titeket sem, csak néhány gondolatot kiszemeltem belőle innen. Érdekes például az a megállapítása Kelly nővérnek, hogy az ég egyet a világon senki nem üldözi például a földi magyarót. De hogyha valaki egy sneakerszel a kezében nyit egy ajtót, és hozzáér mondjuk az a földi magyaró a kilincshez, akkor egy megfelelően magyaróérzékeny ember, hogyha kinyitja azt a kilincset utána, akár meg is halhat az anafilaktikus sokban, mire bárki odaérne. És mégis az ég egyet a világon senkit nem zavar ez a tény, pedig igazából, ha belegondolunk, a földi magyarónak pozitív, jótékony társadalmi és egészségügyi hatásai nincsenek, tehát egy lényegesen kevésbé fontos, kevésbé jelentős dolog, mint az elektromos cigaretta, mégis mindenki békén hagyja, de az elektromos cigarettát az bizony rohadt módon üldözni kell. És kifejti még a gondolatait még a kapcsán, hogy a mindenféle korlátozások azok megakadályozzák azt, hogy a leszokni kívánó ember megfelelő mértékben fönntarthassa a szervezetében azt a kis nikotinszintet, ami szükséges ahhoz, hogy ne legyen neki elvonási tünete, és megbízhatóan távol tudjon maradni a dohányzástól. A mindenféle korlátozások abban is megakadályozzák a felhasználókat, hogy normálisan elsajátítsák ezeknek az eszközöknek a kezelési lehetőségét. Korlátozások és a tiltások nagyon-nagyon közrejátszhatnak abban, hogy ezek az emberek visszaessenek a dohányzás rabságába. A
mindenféle korlátozás és tiltás sajnálatos módon azt a hamis üzenetet sugározza, hogy az elektromos cigarettázás veszélyes. Azt mondja, hogy az egészségügyi intézmények ideális környezetek lennének arra, hogy a kockázatcsökkentést bevezessék. Itt egy kicsit kitérnék erre, mert itt érdekes dolgokat ír, hogy ugye itt van a mindenféle hisztéria propilenglikollal kapcsolatban, illetve az, hogy az egészségügyi intézmények területén ott is be akarják tiltani az elektromos cigarettázást. És összefoglalja a mondandóját abban, hogy egy átlagos elektromos cigaretta felhasználó körülbelül 1 és 5 milliliter e-liquid között fogyaszt el egy napon. És ugye ennek egy nagy része propilenglikol. És ott, ahol ő dolgozik, tehát itt a kórházakban a nebulizerek és mindenféle ilyen inhalátorok kapcsán, hogy is van, Egy adag, amit beletolnak és PG-ben oldják ezeket az anyagokat, az körülbelül 2,5 milliliter, és ez körülbelül 10 perc alatt elfogy. Tehát ezek a betegek, akiknek ezeket adagolják, 10 percenként 2,5 millit simán elfogyasztanak a kis inhalátorukon keresztül. Úgyhogy kifejezetten egy olyan környezetben, mint ezek az egészségügyi intézmények, ahol amúgy is belégzésre alkalmazzák a propilenglikolt, ott speciál tiltani az elektromos cigarettázást, az teljesen elmebetegség. És igen, le is vonja a konklúziót, hogy a mondani valója lényege, hogy a kórházi levegő így is úgy is már eleve dugig van oldott vagy porlasztott állapotban lévő propilenglikollal, és a befecskendezendő gyógyszereket szintén PG alapon készítik el, és ennek a napi ajánlott felső mennyisége 60 milliliter. Tehát vénásan is akár 60 milliliter propilenglikolt zokszó nélkül beadnak a pácienseknek. És még egy mondatot emelnék ki, itt az összefoglalójában a végén említi azt, hogy neki, mint hivatásos nővérnek a tisztességes szabályozás, az elektromos cigaretta tisztességes szabályozásáért és egyenlő bánásmóddal történő szabályozásáért való küzdelem nem egy választott küzdelem, nem azért csinálja ezt, mert neki ez hobbija, hanem morális kötelessége, amit a szakmai etikai kódexe diktál a számára. Úgyhogy igen, ez a nagy büdös helyzet itt nálunk is, hogy itt vannak az egészségügyi politikai képviselők, meg a mindenféle közintézmények, állítólag egészségügyért felelős közintézményeknek a képviselői, kamarai tagsággal rendelkező orvosok, akik ugye most nincs itt előttem, hogy szó szerint hogyan zajlik, de hogy az emberi élet minden formáját tiszteli, és nem árt, az egészséget szem előtt tartja, stb. Bla, bla, bla. És nem érzik etikai, orvosetikai, morális kötelezettségüknek, hogy valóban megismerjék a valódi tényeket, mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül hazudnak össze-vissza, és akár ezzel közvetve, közvetlenül emberek haláláért is nyugodtan felelősséget vállalnak, gusztustalan. Az a baj, érted, hogy már gyakorlatilag évek óta ez a dolog megy, és egyszerűen nem képesek belátni. Mint ahogy a meh sem látta be a beadványokban. Nem látta. Dehogy nem. Ott van. Köszönjük, hogy közérdekű bejelentésével hozzájárult ahhoz, hogy munkánkat eredményesen végezzük. Én köszönöm szépen mindenkinek. Utoljára, amikor néztem, akkor ilyen körülbelül 50 darab bejelentést tettünk. Ez most nem talált telibe. Hát illetve lepattant Amerika kapitány pajzsáról, hogyha ilyen képzavarral fogalmazhatunk. Ugyanis visszaválaszoltak, és azt mondták, hogy az ön által kifogásolt cikk témáját tekintve nem. Nem ez a lényeg, hanem ez az elején.
a miniszterelnökség által működtetett antilop honlapon ekkor és ekkor bejelentést tettünk ilyen regisztrációs számon. A ilyen-olyan törvény X bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk. Az ön által jelzett cikkhez hasonlóan az utóbbi időben számos egészséggel vagy egészséges életmóddal foglalkozó cikk jelent meg különböző online médiumokban. Index, Origo, stb. Amelyeket többek között a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet támogatott, a TAMOP kötjel 6.1.3.b, kötjel 12/1, kötjel 2013, kötjel 0001 uniós projektjén keresztül. A fenti projekt célja a népegészségügyi kommunikáció fejlesztése, melynek az ön által kifogásolt cikk témáját tekintve megfelel. Amennyiben önnek a cikk tartalmával kapcsolatban van kifogása, kérjük, forduljon helyreigazítási kérelemmel a konkrét médiaszolgáltató illetékeséhez. Köszönjük. És mit mondott az illetékes? Hát, hogy mivel ez egy fizetett hirdetés, azt jelenítenek meg, amit megfizettek tőlük, hogy nekik, úgyhogy... 22-es csapdája. Jó. Én ezt minden nap eljátszom egyébként a szapporttal. Nem hozzánk tartozik, hanem Y-hoz. Y ráírja, ez X-hez tartozik. Visszaírok, hogy X mondta, hogy jöjjünk hozzád. Már pedig ez X-hez tartozik. Visszaírok X-nek, hogy Y azt mondta, hogy hozzátok tartozik. És ezt megfelelő számban eljátszom, akkor vagy van olyan szerencsém, hogy elmúlik a hiba, vagy valaki azt mondja, hogy nem csináltunk semmit, megoldódott magától. Szóval igen, ez is olyan. Bár nyilván nem ebben a válaszban reménykedtünk, igazából annyira nem meglepő, mert hát voltak épp ez annyit üzen nekünk, hogy gyerekek, hozzatok bizonyítékot, mert addig nem nagyon tudunk mit csinálni. Úgyhogy ütni kell tovább a vasat a többi szálon, amin pörgünk, és bizonyítani, hogy az OFI anyaga hazugság, onnantól kezdve, hogy ez megvan, a Fekete-tengerig kergetjük őket, vagy a világ végéig. Hát nem így, addig... hanem be. Fekete-tenger bekergetjük őket. Bele, igen, és ott pedig már várnak a hatalmas bálnacápák, vagy a... Bálnacápák. Oh, ez macska. Sárknádó. Ezt akartam mondani, eszembe jutott valami, inkább elbaszott, ez a sárknádó vs. oktopusz, vagy valami hasonlókkal megtámadnánk őket a picsába. Szóval így, elkeseredni emiatt nem kell, megpróbáltuk, adta magát a dolog, neki futunk még egyszer, amikor már konkrét bizonyítékok vannak a kezünkben, és nem csak a saját szavunk, hanem valaki hivatalosan is azt mondja, hogy hát pedig ez bizony tényleg az, hogy ez a nefi mit csinál. Egyébként így is tudjuk, hogy tényleg gáz, csak, és ők is tudják, csak most úgy döntöttek, hogy hát fussatok még egy kört, vagy hát azt mondta a főnök, hogy már pedig ez az egészség jegyében született ez a cikk, és forduljon. De egyébként várjál, visszakérdezhetnénk náluk, hogy hogy az anyámba, és akkor becsatolom azt, amit nekem az Origós írt. Emlékszel? Nem, igen, az Origós? Igen, az Origós. Fizetett tartalom, annak a valóságtartalmáért nem vagyunk felelősek. Várjál, mindjárt meg is keresem, hogy mit írt konkrétan. Origó. E-cigaretta csík. Az e-cigarettáról szóló írásban leírtak nem a live.hu véleményét tükrözik, egy támogatott tartalmú cikkről van szó, amelyet a mi csatornánk közölt a megbízó cég. Fuck you! Ez sem egészen így van egyébként, mert onnantól kezdve, hogy megvan a fogás a dokumentumon, és föl lehet tolni az NMHH-nál, meg a GVH-nál, meg és a többi, az nem fogja azt mondani, hogy ja, fizetett cikk volt, akkor bocs, Origó, hanem azt mondja, hogy okay, Origó, akkor már pedig helyreigazítást kell közé tenni, és ez már pedig van. Még ennyibe fáj nektek a történet. Történet, és akkor figyelj, történet, azt legközelebb az Origó meggondolja, hogy az nefinek leközöljön-e bármit is. Igen? Ez egyébként tudod, milyen válasz volt? Olyan én akkor most nem, én nem ilyen vagyok. Várjál, hogy mondják ezt? Történetünk fikció és egy elképzelt szereplővel. Ha az élet bármely hasonlóságot mutatna történettel, az csak a képzelet szüleménye. Mi van, hogyha én megrendelek egy fizetett cikket, hogy
nem akarok pereskedni. Na, mi van, hogyha én megjelentetek egy cikket, hogy mondjatok már egy kitalált országot. Vulgária. Igen, mi van, hogyha én Vulgária miniszterelnökét kijelentem, hogy holnap... Vagy lesz Arábia. Holnap után le fogom fosni a jobb vállát 3 emelet magasról, és ezt megjelentetem fizetett cikkben. De nem is ezt, hanem az, hogy orgyilkos támadás áldozata lesz. És akkor utána meg ő meg azzal takarózik, és 90 plusz száfáért megjelentetik. Majd utána, hogyha oda megy hozzá a rendőrség, hogy Leszarábia miniszterelnökét lelőtték, és a te oldaladon megjelent, hogy le fogja lőni, akkor is széttárja karját, hogy de hát fizetett cikk volt. Annak a valóság tartalmáért én nem felelek. Hát ugye. Ez lekoptató szöveg, mondom. Onnantól kezdve, hogy konkrétumok vannak a kezünkben, onnantól kezdve nagyon durván meg lehet gurítani azt a kólyót. És akkor már nem tudnak ilyeneket adóválni, mert próbálják meg ezt beadni az NMHH-nak, hát olyan saller kapnak, hogy 3-at fordulnak az irodai székben. De se baj, ez a jövő zenéje, eljutunk előbb-utóbb ide is. De egyébként nagyon jó dologra világított rá ez az egész történet. Történet, ugye tiszta hülyék vagyunk, tényleg 90 plusz áfáért. Mi is nyugodtan nyomhatnánk az Origón fizetett cikkeket, aztán följön a feje valakinek. Hát majd most a évvégi Vaperhu, vagy Vaperhu a Villanypára Egyesületnek a lóvéját meg lehet így forgatni. Szerintem simán mindenféle hülyeséget mi is írhatunk 90 plusz áfáért. Hát meg az nem hülyeséget, hanem mondjuk speciál, mi akár az igazságot hát is legyen. Jó, csak mondom, hogy meg az MTI-nél is jelentethetünk meg akkor a fizetett résznél mindenfélét, amit pillanatok alatt átvesz. Sőt, igazán olyas módon beletolhatnánk olyasmit is, hogy konkrétan megfogalmazva, hogy hazudik a nefi, és próbáljanak meg minket beperelni, és bizonyítsák, hogy nem hazudnak. Ha-ha. De Krisztián, hát igen? Megírták neked, nem? A nefi. Mit írtak meg nekem? Hát megírta a nefi neked. Hát nézzem a következő bejegyzésre. Hogy gyökér vagy. Megírta nekem, az igen, hát ez mindig nem tértem teljesen magamhoz. De van humoruk, figyelj igazából, én azt látom ebben, hogy akármilyen parasztok, van humoruk. És ugye sok-sok közérdekű adatigénylés elindult már a NEFI, ANTS és egyéb irányába az elmúlt hetekben, és még sok el is fog indulni, csak hogy ne unatkozzanak ők se. És volt egy ilyen kacifántos beadott adatigénylés, ami azt firtatta, hogy ha már a korányi Horváth Ildikója azt nyilatkozza a Kossuth Rádióban, hogy a nikotinnak van kimutatott rákkeltő hatása, akkor legyen szíves, tájékoztasson már engem a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, hogy ennek fényében akkor ők évek óta bizonyítottan rákkeltő termékeket ajánlatnak a magyar lakosságnak, hogy fogyasszák nyugodtan, vagy pedig esetleg dr. Horváth Ildikó állított valótlanságot a nikotint illetően. Megszülték, beletellett nekik ez közel 2 hetükbe, de megszülték a választ, és a következőt válaszolták. Levelével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az említett nyilatkozatot nem a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet alkalmazásában álló szakértő adta. Gyorsan visszatekerek, így hangzott, amit én írtam. Dr. Horváth Ildikó, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet stratégiazgatója következőt nyilatkozta. Tehát benne van a kérdésben, hogy tudom. Úgyhogy ezt a remek kis kitérő választ kaptuk. Az a baj, majdnem azt mondtam, hogy az a baj, hogy hülye vagy, de nem vagy hülye, csak túl jó hiszemű vagy. Nem 2 hétig tartott nekik megírni ezt az egy mondatot, hanem két hétig Szabin volt a céges jogász. És akkor visszajött, Sanyikám, írjál már valamit! Mert hogy ezt nem a szakértő, meg nem a szakértő, hát erősen macska körmök közé rakjuk, hogy szakértő írta, hanem a jogász fogást keresett a te nem jogász vénádból, de nagyon korrektül megfogalmazott kérdésedre, és ezt tudta kitolni a WC mondjuk 2 sudoku vagy sudoku között. Én visszaírnék egyébként a helyedben nekik, hogy köszönöm szépen a felvilágosítást, de a kérdésem nem erre irányult, válaszolják meg a kérdést. De ez teljesen, nekem ez jutott eszembe, emlékeztek a helikopter és a Microsoft céghez balesetére. Persze, nem. Hát amikor a helikopter eltévedt a ködbe, és egy irodaház körül elkezdett körözni.
És amikor kiálltak az emberek az ablakba, akkor a helikopter utasa egy nagy papírra kiírta, hogy nem tudom, hogy hol vagyok. Erre egy másik papír megjelent az ablakban, állt egy helikopterbe. A pilóta tudta, hogy melyik székháznál vannak, és elrepült a megfelelő irányba, és kérdezte az utas, hogy honnan tudtad, hogy ez melyik székház? Azt mondja, ez csak a Microsoft lehet, mert akárhányszor hívom őket, mindig korrekt, de semmit mondó válaszokat adnak. Igen, igazándiból teljesen igaz, amit írnak. Köszönöm, hogy az általam a kérdésembe is belefogalmazott tényt sikerült megállapítaniuk válaszunkban is, de én nem igazán érzem úgy, hogy ez a tény, amire így rávilágítottak, bármilyen módon akadályozná, hogy a nekik szóló és az intézményükkel kapcsolatos kérdést megválaszolják, úgyhogy természetesen Charlie folyamánya lesz, válaszolok nekik, amit majd megint elkerülnek, és akkor majd megint fölnyomom őket a megfelelő hatóságnál, azt vitatkozzanak azzal, idióták. De mi nem vagyunk idióták, hiszen egy dalt is tudnék ezzel kapcsolatban bejátszani. Nem fogom most megkeresni, csak manuálban tolom. Debrecenbe kéne menni, pulykakakast kéne venni. Van ugye az a most induló vizsgálat, kutatás, ami a debreceni, nem tudom én hol. Debreceni klinika. Debreceni klinikán fog debreceni zajlani. Egyetemi klinikai egyetem. Debrecen, kicsi, megtaláljátok. Szóval ott... Kisváros, nagy stadion. Igen, ott fog zajlani, és ugye beszéltünk róla már az előző adásokban. És olyan kicsi Debrecen. Na mind, igen. Hogy micsoda erőfeszítést igényel ez azoktól, akik, és akkor ott mondtuk ezt a körülbelül 10 millis nikotin adagos vagy erősségű játékot, illetve, hogy hát aki elcigizik, annak bizony egy hétig cigarettáznia kéne, de vannak olyan kemények köztünk, hogy csuda, és egy kicsit megkönnyítsem hát sehogy nem tudom megkönnyíteni, mert nem tudom a hátamon levinni őket, de egy Google Docs-ban, illetve egy kérdőív, csak egy űrlapot, ha kitölt az emberke, akkor ott be tudja x-elni, hogy ő megye, mi a telefonszáma, honnan indul, mi az e-mail címe, és hogy mivel megy. Ugye saját gépjármű, és még van hely, vagy becsatlakozna valakihez, tehát egy ilyen kezdetleges telekocsi történet. És ebből csinálok egy másik Google Docs-it, ahol pedig mindenki meg tudja nézni, hogy ki a sofőr, és hova tudna még betársulni. Úgyhogy ezt a linket mindenféleképpen be fogom rakni, mert jelen pillanatban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ember iratkozott föl, jellemzően Budapest és Budapest környéke, de van itt Miskolci úri ember is, Mike Pércsről is van, aki tömegközlekedéssel megy, tehát ez az opció is ott van. Úgyhogy kattingassátok, hogy azért csak olcsóbban ki lehet jönni, hogyha mondjuk beültök egy autóban négyen, és akkor négy felé szétdobjátok az üzemanyagköltséget, az már a vonatjegynél is szerintem azért Debrecenbe jóval olcsóbban kijön, mint hogyha egyedül levonatoznátok. Azt is írjátok bele szerintem nyugodtan, hogyha én reménykedem abban egyébként, hogy Debrecen környékéről is mennek oda, mert azért nekik jóval könnyebb lenne, mint mondjuk Lackó Attila, ezért nem tudok menni, mert ugye tudod, mindig a kifogások, hogy az elsőre tudnék menni, de a másodiknál előtte is éjszakás leszek, meg utána is van egy szabad napom, és utána végig meló karácsonyig. Úgyhogy nekem ezért gond, hogy szívesen mennék, csak hogyha éjszakás után nekiindulok Debrecennek, akkor szerintem már 60 környékén lefordulok az autópályáról. De Lackó Attila is például megoldotta a dolgot, tehát átírta a beosztást, és lemennek kemények. Az őrsvezérről indulnak, összeszedik az autóba, ahányan mennek, és irány az autópálya, úgyhogy
innen is nem tudjuk elégszer megköszönni, akárhányan vagytok, akár hogy is jön ki a dolog a végére, hogy bevállaljátok, és tényleg olyan kemények vagytok, hogy egy hétig képesek vagytok ezért újra cigarettát szívni. Én köszönöm meg nektek személy szerint. Meg én. Meg hogy kockáztatjátok az egészségeteket. Igen. Úgyhogy nem tudom, Fifi, biztos ő van olyan úriember, hogy valamit felajánl majd a végén, én egy meleg kézfogással és egy közös fotóval tudok hozzájárulni, tehát a mújó és közénk be... Én írom. Mekkora trógerek vagyunk. Nem, hát ezt direkt kihangsúlyoztuk, hogy nincs. Persze, azért nincs. Mondom a meleg kézfogását, ennél nincsen durvább dolog. Úgyhogy ez van, amit fontosnak tartok, tehát még egyszer mondom, kattintsátok meg a show notes-ban azt a szöveget, hogy kimegy Debrecenbe, és be fog jönni majd a kérdőív, amit meg lehet szépen kattintani. Aztán menjünk tovább, mert ez a múlt hetünknek a legdurvább része, mint egy a quintessenciája, és ezen pörgünk most már jó ideje. Ugye szó volt a Fel a barikádokra című telenovelláról, amit most már úgy néz ki, hogy sikerül... Tető alá is hozunk, igen. Tető alá nem visszük, mert szabadtéren lesz. Szabadtéren lesz, igen. Nevezzük tüntetésnek, nevezzük demonstrációnak, nevezzük véleménynyilvánításnak. Úgy döntött tünk sok-sok átmulatott éjszaka után, hogy ez az időpont már pedig legyen az az időpont, amikor szavaznának erről a dologról, és az valahol 14 és 15-e magasságában lesz. Tehát egy időpontot tudunk elképzelni, az 14-e. Viszont nem... Mindenkinek ugye van saját élete, életvitele, nem nehéz azt nagyon megoldani, hogy mindenki egy órára mondjuk, vagy mindenki 4 órára menjen le oda, ahova le kell menni, mert kivitelezhetetlen vidékről, vagy bárhonnan. Úgyhogy úgy terveztük, hogy egy ilyen egész napos performance keretében adnánk a tudomásukra, hogy ez mennyire nem jó, és elmondhatjuk a performance részleteit? Szerintem igen. Jogosítsatok fel. Hát, hogy mit tervezünk, igen. Igen, közben, igen. Közben nekem támadt még egy gyertya ötletem. Jó, akkor elkezdem. Az egész az onnan indul, és akkor itt majd befűzünk új és új dolgokat, hogy mivel senki nem, vagy csomó ember nem tud eljönni, elég súlytalan lenne az, hogyha megint az lenne, mint az Emmy előtt, hogy mondjuk odavonul 100-150 ember, és komolytalan. Az, hogy végigmegyünk, nem tudunk lezárni egy hidat, nem vagyunk 10 000-en, mint mondjuk a 700 forintos internetadó esetében a tüntetésen. Tehát vicces lenne az egész, úgyhogy azon gondolkoztunk, hogy a performance keretében egész nap tartana a program, és aki amikor tud, jöjjön oda, ott majd lesz terveink szerint egy színpad, és lesz rajta vagy valami, mindjárt kitérünk rá, hogy mi, és hozzatok magatokkal még egy hamutartót. Egy üres hamutartót és mécsest. Teljesen jó egyébként, bocsánat, mondja Charlie, aztán majd beleszúrok. Jó. Ha nem tudtok mécsest hozni, az talán annyira nem nagy baj, mert mi is készülünk, de ilyen önköltségi áron majd megszabadulunk egy-egy mécsestől, de a hamutartóval azzal jó lenne, hogyha mindenki tudna szolgálni, menjetek be valami talpon állóba, az bugáz, most már úgyse lehet ott dohányozni, durrancsatok meg egyet, ez jó van, vagy mit tudom is. Nincs kirakva, Charlie, nem tudnak megdurrancsatni. Igen, ezen gondolkoztunk, tehát akkor aztán a híradóban lesz, hogy követeljetek egy hamutartót. Több hamutartót elloptak a kocsmák elől, nem tudják ki a feltételezett járatos fegyvernek látszó tárgyal a kocsmárost hamutartó előadásra kényszerítette.
A lényeg, hogy ez sikerült kiötölnünk, hatolnunk, hogy előnyünkre fordítsuk azt, ami alapvetően a hátrányunk, hogy egyrészt nagyon sokan nem hajlandóak megmozdulni, tisztelet a kivételnek, vagy éppen az adott időpont nem alkalmas valamiért, és ezért akkor délelőttől egészen estig lehetne jönni, és igazándiból nincs egy meghatározott egyórás intervallum, amikor a program zajlik, hanem a tömeget és az üzenetünket az összegyűlő üres hamutartók és mécsesek jelentik az esemény végére, amit nyilvánvalóan meg is gyújtunk, szépen besötétedik, és ezzel a mécsessel kívánunk előre megemlékezni azokról, akiknek az életét elveszi ez az elmebeteg, bárdolatlan, barbár törvényjavaslat. Hogyha egyébként fiúk, figyeljetek már, hát egy normális temetésen egyébként koszorú is van. Most csak ez most jutott eszembe. Hát lehet hozni egy szál virágot, akármit, bármit. Virág, koszorú, lényeg, rajta, hogy a nem dohányos éveim emlékére, vagy mit tudom is én, legyetek kreatívak. Az a lényeg, hogy hát ez... azokért, akiket meg fog ölni a törvénymódosító. Igen. Inkább ezt hangsúlyoznám ki. Ettől, vagy ezzel párhuzamosan, ugye, a performance másik része az, mert mit csinálnak a hülye aktivisták, mondjuk szombat délután, mikor egyébként kaja után az ember lazít, Dovival és Blackivel más se csináltunk, csak elkezdtünk nézni akciós, olcsó koporsókat az interneten, szombat délután. Tehát ez a programunk, hogy beírtuk, hogy olcsó koporsó, és hogy mi jön ki rá. Terveink szerint egyébként tehát koporsó is lesz. Ami még lesz, és ez is tervben van, az kapcsolódik ahhoz a weboldalhoz, amit mindjárt mondok, mert hogy szerdán elindítottuk az új oldalt közös erővel és némi doménregisztrációs anomáliák kíséretében, ez pedig a letettemacigit.hu. De hogy ez miért ez a neve, ezt te mondd el, Krisztián. Mert ezt találtad ki. Nem erre gondoltam, hanem ugye, mert a leteszem a cigit. Igen, ugye az összes törvényileg előírt kis papír alján ez van, hogy segítséget kérhet, ha leteszem a cigit. Mi nem letesszük a cigit, mi letettük a cigit. Igen, mert ez kb. Olyan, mint a dohányzás fókuszpont, hát ne arra fókuszáljunk, hogy dohányzás, hanem hogy nem dohányzás fókuszpont. Szóval megcsináltuk ezt a tényleg bitre optimalizált weboldalt, ami csak arról szól, hogy videók vannak fönn, és majd be fogom linkelni, csináltam egy felhívást is ezzel kapcsolatban, és Krisztiánnal megszültünk egy nagyon rövid videót, amiben elmondjuk, hogy miért kéne nektek is csatlakozni ehhez. Leírom itt a felhívásban, hogy ugye mi a célunk, és felkérünk titeket is, hogy csináljatok hasonló videókat, és itt tényleg az a lényeg, hogy nem kell itt összefosnatok magatokat, hogy úristen, én nem tudok két mondatot mondani, nyugodtan tegyétek a kamera mellé a papírt, vagy nyomtassátok ki, vagy olvassátok a monitorról, teljesen mindegy, tehát ez nem televízióban lesz, nem baj, hogyha látják, hogy egy kicsit az ember rutintalanabb, vagy spontánabb, az a lényeg, Húsvér ember. Hogy legyen rövid, hogy érezzék az élet szagot rajta. Leírom ott a weboldalon egyébként már, hogy az elcigitesztek.hu-n a bejegyzésben, hogy készítsétek el a videót. Tehát ott van segítség, hogy üljetek, hogy világítsátok meg, mivel tudjátok elkészíteni, de még nagyon eszköz se kell hozzá egyébként, mert még a YouTube-on is van ilyen gomb, hogy ott abban a pillanatban föl tudod venni a videót, és már egyből megy is föl a YouTube-ra, semmi, még vagdosnod se kell, de ha nagyon akarod, akkor még fönt a YouTube-on is föltöltött videót meg tudod vágni. És akkor ezeket a videókat mi összegyűjtjük, és föltesszük ide a letettemacigit.hu oldalra, aminek ugye az a célja többek között, hogy lássák, hogy itt volumen van a tevékenység mögött, tehát húsvér emberek nem egy, nem kettő, és ezek a videók, ugye azért is kérjük, hogy járuljatok hozzá, ott egy sorban írjátok le, amit írok a weboldalon, hogy ezt felhasználjuk ugye a weboldalon is, és
a performanszon, ugyanis az a tervünk, hogy több vélemény videóval együtt, amit mondjuk Blacky is csinált, és elmondja, kivesézi, hogy miért hülyeség az, amit X és Y cikkben mondtak, mondjuk a közelmúltban. Ezeket a videókat is szépen összevágjuk, és hát nem kicsi, mert egy kicsivel több mint 5x3 méteres LED falon lenne ez terveink szerint a Kossuth téren megjelenítve, hangosítással, színpaddal, tehát egy ilyen 20 négyzetméteres színpad, ugye, amit mondtunk, mécsesek, koporsók, teátrális lesz nagyon, nagyon, ha az megvalósul, amit mi elterveztünk, és az anyagi részét is sikerül összekaparni azoktól, akiktől szeretnénk, azt nem tudom, hogy mondjuk-e, vagy nem mondjuk. Majd, ha megvalósulunk. Jó, jó, igen. Tehát előre ne ígyunk, akkor ez ott fog menni egész nap. Kijön oda az ember, leteszi a mécsest, leteszi a virágot, vagy nem hoz virágot, tök mindegy, a hamutartót, ott egy kicsit gőzölgünk, beszélgetünk. Én úgy gondolnám egyébként, hogy mivel hangosítás lesz, még tán azoknak is lenne értelme szólni, például akik meghallgattattak nálunk, ugye az extra podcastekben ott volt a Géza, ott volt a Ferenci Gyuri, lehetne velük is, lehet, hogy megkeresem őket, hogy kijönnének-e egy kicsit hangoskodni. És akkor, egy ilyen kis speakers corner. Igen, 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 és akkor ott a kezedben nyomjuk a mikrofont, Krisztián, ott nem 2 órád lesz rá, ott 12 órád lesz rá, tehát természetesen akkor én ott viszem a cuccot, fölvesszük az egészet, a hanganyagot, a videót, úgyhogy mindent dokumentálni fogunk, ha összejön. Nekem annyi kiegészítésem lenne a dologhoz, hogy nyilván lesz egy csomó olyan vidéki ember, aki nem fog tudni följönni mondjuk hétfőn Budapestre. Meg fogjuk szervezni, hogy egy címre föl lehet küldeni egy mécsest és egy hamutálat. Én a Vaterafutárt ajánlom, az 990 forintért pikpak másnapra a címre kiszállítja a mécsest meg a hamutálat, és akkor annyi lenne a kérésünk, hogy egy darab papírra mindenki írja föl a nevét, és hogy hány éve cigarettázik. Egyébként azt gondolom, hogy az ottani performance-nál is ennek lenne némi jelentősége, hogyha hamutálak egy ilyen papírcetlire lennének rátéve, ahol a név és hogy hány éve nem dohányzik, vagy hány éve cigarettázik, az megjelenne. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ez most jutott eszembe, hogy ha már ott vagyunk egész nap, akkor valami szóróanyaggal kedveskedjünk már az arra járóknak, amiben elmagyarázzuk, hogy ez nem az ördögtől való, és hogy... És hogy itt hívnám fel az arra járók figyelmét, hogy ők pedig kedveskedjenek nekünk forralt borral. Például, de szeretjük a málna pudingot, az eperlekváros fánkot, a fokhagymás lángost, bármilyen adományt elfogadunk. Na, szóval szerintünk, akik látják fejben, hogy néz neki a dolog, vulgárisan is mondhatjuk, szerintünk ez kurva jól fog kinézni, ha összejön. Kezem összetettem, és az ég felé nézek. És pont azért jó ez, hogy nem azt mondjuk, hogy gyertek oda 4-re, és mert hogy dolgozom, meg utána haza kell menni, meg lefürödni, meg fáradt leszek. Tényleg az lesz, hogy aki amikor ráér, nem lesz egy folyamatos nagy emberdömping ott, de reményeim szerint azért egy 10-15-20 ember mindig ott lesz. És nőni fog a hamutálak és igen, a mécsesek mennyisége. A mécses pedig csak este... Erre szervezünk egy sajtótájékoztatót, és nyilván, hogy a látványelem ott fog kicsúcsosodni, tehát ezt este fogjuk meggyújtani a mécseseket. És a sajtó képviselőinek egy ilyen rögtönzött bemutatót is tartunk e-cigarettából, hogy tudják, hogy miről írnak, mert ugye eddig úgy írtak róla, hogy talán van köztük olyan, aki soha nem látott ilyet, vagy nem kóstolt.
természetesen nikotinmentes e-cigaretták, mindenki kap ilyen eldobható mindenki szopókát. Eldobható szopókát, és kipróbálhatják az e-cigarettát, és ezt a járókelőkre is ki fogjuk terjeszteni, tehát aki ott aznap jön, megy, megtalál minket, az kipróbálhatja az e-cigaretta hihetetlenül káros hatását. És igen, tényleg ez az egész rátok van hangszerelve, ne az legyen, hogy nem értünk rá, ez ellen nincs kifogás, tehát legalább egy hamutartót tessék küldeni, ha valaki budapesti vagy környéki, akkor a rendelkezésre álló 10 pár óra alatt, vagy munka előtt, vagy munka után, amikor éppen sikerül, essen be, váltson velünk egy pár szót, átsorogjon ott egy darabig, ameddig az ideje és a hideg tűrése engedi. Hozzatok termoszt, azt ennyi. És aztán a távol lévők helyett csinálunk, beszélnek majd. Csinálunk egy közös szelfit, utána ebből falat építünk. Ami jött, mert én, tehát azért mi már megcsináltuk a videót előtte, ugye, jóval, és kirakosgattuk. Az enyém alá én is csináltam videót. És ott van már rögtön az első komment, hogy nem akarok pessimista lenni, de úgyis azt csinálnak, amit akarnak, meg deréba is törhetnénk, meg úgysem fogják megnézni, aztán a következő, hogy képtelen vagyok akár egy percet is káromkodás nélkül beszélni erről. Nem, tehát a kifogásokkal már bőven tele van a padlás, fiúk. Meg kell csinálni. Nem, tehát aki ne, jó, nem tudsz eljönni, bassza kutya, de legalább egy videót csinálj, könyörgöm. Ha 5-ször veszed föl a 3 percet, az is csak 1/4 óra. Ne, könyörgöm, hogy ne legyen kifogás. Mert aztán... Ott lehetsz, érted? Nem kell eljönni, de ott lehetsz. 1, 2, meg nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért nem, hanem arra, hogy miért igen. Tehát ilyen egyszerű a történet. Szerintem egy rohadt jó happening lesz egyébként ez az egész, mindentől függetlenül. Ha összejön, ha nem, hallják a hangunkat, tudni fogják, hogy vagyunk, látni fognak bennünket. A kis mama majd, aki azt mondja, hogy de ez károsabb, mint a... akkor annak elmagyarázzuk. Úgy is fölfoghatjuk, mint egy egynapos hittérítést a belvárosban. Tehát azért az nem gyenge szerintem. Egyrészt, másrészt meg, amit beolvastál, ha valaki azt gondolja, hogy ennek semmi értelme nincs, azt kell ebben észrevenni, hogy nem azért csináljuk, és nem azért kérjük, hogy ti is vegyetek részt ebben, mert másnapra kifordítjuk a sarkából az egész világot, hanem azért, ahogy Kelly nővér is írta a kis levelében, morális kötelességünk tenni valamit. Egyébként teszem hozzá, olyan ember írta, hogy úgyse fognak semmit ebből figyelembe venni, akinek nem dohányzom és te logója van, meg mindenféle divatos, likvides flakonok a háttérképe, tehát nem itt kell megmutatni, tehát az a legeslegegyszerűbb dolog, hogy fölteszek 2 háttérképet, azt akkor egyszig is vagyok. Na, hát oda kell most, menni. Nem. Most, tehát utána... A cipődbe verted az asztalt. Utána már... Mint Ruscsov, mikor előtték az U2-es kémet. Utána ne jöjjenek azok a kommentek, hogy nekem is megfogták a csomagomat, honnan lehetne okosba, hogyan lehetne, mit, honnan, hogyan, akkor ez már senkit nem fog érdekelni. Mikor mindig beszélünk az utolsó pillanatokról, ez az utolsó pillanat, ez egy perccel a vége előtt vagyunk most. Tehát, hogyha most se tudtok erőt venni magatokon, akkor hagyjátok a picsába az egészet, és szívjatok analógot. Komolyan mondom. Hú, de fölbasztam az agyam. Épp mondani akartam, Csáli, hogy ez már kezd olyan lenni, mint a nyúl, akkor ez a bazd meg az anyádat a fűrészeddel egy. Igen. Érjünk oda előbb aztán. Tehát nehogy bárki is azt gondolja, hogy nekünk elsőre sikerült, nem elsőre sikerült a videó. Azért ültem, mint aki karót nyelt, mert
rohanásból jöttem, figyelnem kellett mindenre, a szövegem a kamera mögött volt, én is olvastam, ennyi szöveget leidőzíteni nem lehet annyira, hogy tehát ezt végig kellett olvasni, kamerán kívül lemértem stopperre mennyi, megvágni a szöveget, és a végére ez jött ki. Tök mindegy, hogy mi, csak srácok, legyen volumene annak a weboldalnak, legyen anyag, amit ki tudunk rakni a weboldalra, meg majd ott. Majd három embernek fogjuk az anyagát ott pörgetni? Nem. Csináljátok, egy kurvára nincs időnk. Körülbelül mostantól számítva egy hetetek van rá. Tehát az 168 óra. 10 perc az életetekből. Nyugodtan készített videót családtag is, aki nem elektromos cigarettázik, de igenis az ő életére is kihatással van, hogy te elektromos cigarettázol-e, vagy a büdös bagót szívod, úgyhogy simán lehet itt sok-sok videót készíteni. Ha nincs kamera telefonnal, mi is azzal csináltuk. Bizony. Úgyhogy minden lehetséges információt én fölraktam az ecigitesztek.hu-ra, hogy világíts meg, csak kapcsolj föl minden lámpát, vagy nappal, mikor süt a nap, közelről videóz, használjál, vagy akár még könyvet, két könyv közé berakod a telefont az élére, és már jó. Ennyi. Úgyhogy csináljátok, mert mi tényleg majd megszakadunk, és akkor itt felsorolnám az engedelmetekkel mindenkit, aki név szerint most már hetek óta benne van a projektben, ABC rendben haladok. Blacky, jó magam, a J az hátul van, de a C az elől. Dovi, Fifika és Mujó. Tehát így, ugye nem hagytam ki senkit. Azt hiszem, nem. Jó, így öten, ezen pörgünk már hetek óta, tényleg nap mint nap órákat beszélünk el erről. Egy picit erőltessétek meg magatokat, léci. És akkor itt is megköszönöm mindenkinek előre, akik venni fogják a fáradtságot, akár Boris a WC-ben, akár az ajtó előtt ülve, mint Mujó. Föl fogom rakni azt a videót, hogy Mujónak a verkfilmje milyen, mikor a cica háromszor bejön a képbe. Jaj, de szép macska vagy, Sanyi, a kurva. Tehát körülbelül ilyen. És mégis összejött. Úgyhogy srácok, most csak két dolog van. Debrecen, telekocsi, és erre a videó. Tökre boldogok lennénk, hogyha látnánk az értelmét. 15-en nézik most is, 16-an nézik ezt a cikket a weboldalon, úgyhogy remélem, hogy lesz értelme. Én már bedrótoztam a dolgot, csak annyi kell, hogy föltösd a YouTube-ra, és elküldöd nekünk az infókukat, letettem a cigit.hu-ra, meg azzal a szöveggel, ami a weboldalon van. Ugye ott még azt is leírjuk, hogy mit tegyetek a címre, mit írjatok a leírás mezőbe, tényleg csak ennyi dolgotok van, hogy föltöltsétek. Úgyhogy erről ennyit, és akkor mi jön? Mi a következő? Én még annyit hozzátennék az előzőhöz, hogy ugye az itt összegyűlt videókkal aztán megkampányoljuk Áder János, mert nem tudom, nem biztos, hogy mindenki tisztában van a jogalkotási folyamattal, tehát onnantól kezdve, ha megszavazza az országgyűlés ezt a förtelmesen szar és embertelen törvényt, akkor onnantól kezdve 5 napja van Áder Jánosnak, hogy aláírja a... Nem, igazándiból nem, de az egyszerűség kedvéért igen. Tehát onnantól kezdve 5 napja van az országgyűlés elnökének, hogy megküldje aláírásra a törvényt Áder Jánosnak, és Áder Jánosnak 5 napja van, hogy döntsön arról, hogy aláírja a törvényt, visszaküldje a parlamentbe, hogy dolgozzanak még rajta, legyenek szívesek a tisztelet honatják, vagy pedig, és ez lenne a legeslegjobb, azonnal átküldi az alkotmánybíróságra, a alkotmányjogi normakontrollra, hogy a tisztelt alkotmánybírák tekintsék meg, hogy ez már pedig belefér a magyar alaptörvény kereteibe, és ez lenne a jó nekünk, mert ugye igazából arra hivatkozunk mindenhol, és messziről látszik rajta, hogy nem, ez bizony alaptörvény ellenes. Úgyhogy ez a végcélja, ez lesz a dolognak, hogy Áder úr lássa, hogy mi is van itt. Figyelj már, Krisztián, bocsáss meg, hogy közbeszólok, de az egyik csoportban, ahol te is, meg én is ott vagyunk, és B-vel kezdődik a csoport, és K-val végződik. Bángó Margit rajongójuk? Igen, ott azt írta AJ, hogy csinálok én is videót, de nincs YouTube csatornám, és
kínai volt a magyarázat, úgyhogy segítséget kérne majd, úgyhogy ezen fussunk át újra, mert szerintem ennél egyszerűbben nem tudom leírni, de hogyha valami kérdéses pontot látsz, akkor javíts ki, mert tényleg. Az a baj, hogy én rossz űrő leszek erre, mert hogy én is tudom, hogy hogy működik és miről van szó, tehát lehet, hogy számunkra triviálisak azok a dolgok, amik másnak fejtörést okoznak ebben a történetben, de megolvasom, hát ha lehet valamit még optimalizálni az útmutatóm. Köszönöm. Ne csetelj, te itt ne cseteljél. Nem, épp most írok neki. Jaj, de megszomjaztam, és elfogyott a vizem. Menjél be a tévébe. Biztos ki van készítve neked egy pohár az asztal. De nem jó, mert most nem a stratégiailag legfontosabb mondat közepén járunk, tehát nem értem, hogy most miért vagy szomjas. Ezt úgy kéne, hogy és már pedig, amikor fölrobbant a terrorista mellény a repülőgépen, akkor egy pillanat innom kell. Hol tartottam? Á, mindegy, lényegtelen. Haladjunk tovább. Az elkövető pedig... Igen. Jó lennék kalambónak. Az elti nyerőszámok. A jövő heti népszabadságból. Igen. 6-os, a faszt 9-es. Jaj. Na, az megvan, ott a 111-112 az a múltkori adásból kimaradt, azt majd beteszem akkor ide, vagy nem. Az, ami most valaki áll, a mújó, ami most áll, az a közérdekű igen. bejelentés, azt akkor mondod? Elmondom, ezer örömmel persze. Ugye múlt héten már szó volt róla, és múlt hét folyamán végig konkrétumok nélkül, de lebegtetve volt az a dolog, hogy közérdekű bejelentés tettem az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál a NEFI összefoglalójában található ellenmondások, csúsztatások, hazugságok és egyéb szörnyűségek kapcsán, és kérem a tisztelt hatóságot, hogy vizsgálja ki, hogy ez már pedig miért is van így. És a nemrégiben indított Gőzlér blogon közkincsé tettem ennek a tartalmát, hadd lássa mindenki, hadd nézegesse mindenki, úgyhogy maga a közérdekű bejelentés tartalma az ott olvasható. Nyilván, hogyha bármi nemi folyamány van a történetben, akkor arról is írni fogok és osztogatom meg mindenfelé, hogy képben legyen mindenki. Annyira szeméttrógerek vagytok, mindig mondjátok ezt a történetet, és ezért maradt csak a köztudatban, de én a tévében is mindig hall, ott is kurva sokszor mondják, hogy történet. Azt mindig csak jó, egyszer hát mondják. Nem játszanak rá, hogy történet. Hát én se, de mikor mondom, hogy történet, és akkor utána mind a kettő mondja utána. Feszt. Rászoktattál minket, az ilyen Pavlovi reflex már. Igen. Nem lehetne inkább az a Pavlovi reflex, hogy kattintasz a Netbankra, hogy utalás Charlie-nak? Azt jobban bírnám. Nem értem a kérdést. Ez most olyan volt, mint a Humans-be. Na, a Humans, hát mindjárt sorozat. Spoilerezésünk lesz. Kész. Kérdésedre válaszul szeretném közölni, Charlie, hogy a korányi doktor Horváth Ildikója nem a NEFI alkalmazásában áll. Vissza kéne írni, hogy köszönöm szépen, ezt eddig is tudtam, újat mondjál. Aj. Na, jó van, akkor menjünk sorozatozni. Mehetünk sorozatozni igazából, bár én irigyellek csak, hogy még emellett a sok-sok tennivaló mellett még sorozatozási idő extrád is van. De mindig elmondom neked, hogy ez nekem az az extra, mikor éjszaka nem alszom, mondjuk 1 és 4 között, akkor ledarálok 2-3 epizódot. Tehát ezt az alvásból veszem el ezt az időt, félre ne értse itt bárki is. Tehát akkor nem 3 vagy 4 órát alszok, hanem 2-t. Egészségtelen keveset aludni, Csárlás. Igen, és ez azóta tudom, mióta a rohadt alvásmonitort figyelem, és borzasztó, hogy mennyire kevés. Tegnap 40 perc mély alvásom volt. Az nem sok. Úgyhogy ezért van az, hogyha a videóban is azt mondják, hogy olyan tagoltan és lassan beszélsz, hogy persze, hát nem jutnak már a gondolatok az eszembe. Nincsenek agysejtjeid, bazd meg. Igen, de lassan nektek se.
Igen, itt a fejedben. Na, de Krisztián, te pont tudod. Szerotonin, melanin, egyensúlyok. Igen. De ezt pont te tudod, Krisztián, hogy milyen szar volt, mikor ugye kevés alvással oda mentél a hírtévébe. Ja, igen. Mint ha nem is én lennék, igen. Persze. Na, de akkor egy kis lazításként melyiket szeretnéd, hogy jobban elszpoilerezzem? A Walking Dead fél évad zárót, vagy a Blacklist fél évad zárót? A Blacklistet már nem tudod elszpoilerezni. Azt utolértük. Ja, jó, akkor kezdjük azzal. Mi történt a Blacklistben? Hát mi történt? Mi történt? Már tényleg olyan rég volt, hogy már én is gondolkozom, és most csak azért mondom, hogy mi történt. Hát, hogy a végén elkapta a Kína... Bocsánat, a kint elkapta az ügynek. Igen, igen, az erdőben megvan beúrott, köszi. Igen. Igen. És mi volt a táskába? Mi volt a táskába? Na hát ez az. Hát mi volt? Hát ezt nem tudom. Ja, ami nem derült ki, csak mindenki meregette a szemét. Hogy... Igen. Én arra gondolnék, hogy levágott testrészek, de nem tudom. Hát a gyémánt az túl uncsi lenne, meg a pénz. Ez szerintem tuti az a táska volt, ami még a Pulp Fictionbe belenézett mindenki. Úgyhogy most várhatunk megint egy jó... Meddig? Várjál, februárig talán? Igen. Majdnem azt mondtam, hogy a faszt, de igen, valahogy február. Valahogy úgy bőven az ünnepek után folytatódik, igen. Igen, 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 igen. De hát most már pedig fölcsillant a remény, hogy kiderül, hogy a csaj... Mégse, aztán nesze. Most meg el kellett kapni. De hogy... Hát de már ott a karakurt, már a Spice-ban van. Hát konkrétan, de hogy az autós, motoros üldözés, az milyen kritikán aluli volt, azt el nem tudom neked mondani. Meg mikor úgy akart öngyilkos lenni, hogy ő tudta magáról, hogy szója érzékeny, ezért a valami szójatartalmú biomosószert kezdett elinni, és így mondom, gyerekek, ez komoly, biomosószert iszunk, és arra akkor mit adtak a combjába? Epinefrint. Hát csak vészhelyzeten nevelkedtünk, epinefrint. Na. Hát holott, ha a buta karakurt olvasta volna a nefű összefoglalóját, tudhatná, hogy elegendő csak elektromos cigarettáznia egyet. Elegendő a 10 millis üvegbe csak beleszagolnia, és már életveszélyben van. De hülye vagy. Úgyhogy az egész érdekes lesz meg, hogy megint kicsit közelebb kezd lenni a majdnem igazi férjéhez. Akinek a nyakáról tök jól eltávolították már az SS emblémát. Ja. De hála Istennek. Jó izgi volt a vége. Bár nekem ez a... Én nem tudtam összerakni, talán két résszel ezelőtt volt, mikor nagy szarban voltak, tudod, a repülőgép hangárban. És akkor hip-hop megjelent hogy hívják az afroamerikait? Fú, de szépen mondtam ezt most. Dembe. Amikor megjelent a Dembe, a semmiből, de úgy, hogy előtte oldalba lőtték. Hogy az megmondom, hogy ez már megint egy ilyen, csak azért van ott, hogy most megmentse őket, de egyébként meg honnan, hogyan, miképp került oda, és tudod, 10 másodperc múlva már összeesik, meg kevés a vére. Hát mindegy. A CIA és főnöknek nagyon, nagyon úgy érzem, hogy az hamar el lesz kapálva. Az nekem annyira fura az a színész, mert ezelőtti sorozat az Alphaz volt, és ott pozitív főhőst játszott, és ez a hatalmas 180 fokos fordulat, ezt nem tudom megszokni ebben a filmben, úgyhogy nagyon várom, hogy tüntessék már. A Walking Deadnél hol jársz? A 6. epizódot sikerült megnéznem, amikor is ugye Daryl bóklászik az erdőben. Most jobban szétszették, nem vagyok olyan köcsök, hogy elszpoilerezzem a végét, de most... De ráesett. Mondjad? De ráesett. De nagyon szétdarabolták ebben az évben, tehát ez majdnem olyan, mint a mikor mennek a... Fú, mi volt ez az állomás? Terminus. Amikor mennek a Terminus felé, és tudod, akkor ott egységenként szétbont, és csak ezzel a két emberre, csak azzal az egy emberre epizódokat elbasztak.
illetve bocsánat, kifejtették a karaktert. Na ez is majdnem olyan, csak olyan volt, hogy mondjuk három részen keresztül ugyanaz a negyed óra, csak az egyik szemszögéből, a másik szemszögéből, tehát ez nekem, ez így kicsit lassú, kicsit káosz, kicsit össze-vissza volt. Neked már kiderült, hogy mi van a kis sárgával? Nem, de mondom, ráesett. Igen, ráesett, és ezt, hogy annyira lehetett... Népjóléti bizottság ülése után sikerült megosztanod velem ezt a hatalmas... Ja, igen, mert mondtad, hogy én ott járok, hogy, és akkor beszélek róla, ez még nem volt, akkor még nem jársz ott. Szóval... én reménykedtem benne, hogy többet lesznek ebben a városban, de most így nagyon elbizonytalanodtam, hogy mi lesz a jövő, meg hogy lesz, és nem látok most, mint egy kicsit kezdenének fáradni a karakterek. Legalábbis az újak, akikkel lehetne föltölteni megint a sorozatot, mert hát azért mindenki így szép lassan hullik mellőlük is, meg tehát hogyha ezzel a törzsgárdával viszik sokáig, akkor tényleg ilyen mese jellege lesz, hogy már pedig ők sose halnak meg. De hát a Botos Yeti az természetesen megint bekavar. Én azt arcon tudnám szívlapáttal verni. Ez a nem ölünk meg senkit, mert minden ember életre született, és oldjuk meg barátságosan, és basz meg. Na szóval ott még fogod te is a fejedet fogni az utolsó, és hát a fél évad zárónál. Olyan az a figura, hogy mi volt az a mesefilm, egy orosz mesefilm volt, aminek mindig az volt az utolsó mondata, hogy gyerekek, legyünk jó barátok. Nem emlékeztek nem, rá? Nem, én csak a Nupagagyire emlékszem. Novárcsak, igen. Ja, sajnálom, hogy nem tudom ezt így veled megosztani, basszus. Ha jövő valaki emlékszik erre a mesére, az ossza meg velünk, legyen szíves, hogy mi volt az. Gyerekek, legyünk jó barátok. Ez valami nagyon pedó, Maci. Szexuális zaklatás panda. Ja. Mi ez a videólink egyébként? Mert én tovább mennék most, mert sorozatból más nem... Kiszedtétek a sorozatomat. Pedig beírtam, bakker. Ja, én az azt hittem... linkre gondolsz? Ami a videó alatt lévő videólink? Igen, de most itt a Jessica Jonesról még akkor említsünk... Fél mondatot. Fél mondat. Marvel sorozat Netflixen, úgyhogy kitolták az egész évadot néhány héttel ezelőtt. Jessica Jones és Mian Cage, Luke Cage karaktereivel foglalkozó, ilyen néha filmnoir hangulatúba hajló, mint a régi detektív regények, eléggé dárkos, és hát Marvel képregény adaptáció. Sorozat, elkezdtem nézegetni, baromi jó, tudom ajánlani mindenkinek. Jobb lesz, mint a Supergirl? Nem találkoztam a Supergirl-el. Ja jó, akkor ne is. És már a lelkemre kötötted, hogy távolról kerüljem el, úgyhogy elképzelhető, hogy nem is fogok vele találkozni. Tényleg jó sorozat, tehát hát zsír. Úgy tudom elhinni, hogy nem fogsz vele találkozni, ha azt mondod, hogy annyira nem fogok velük találkozni, mint a Túcsellózzal. Hát valószínűleg. Én még reménykedem, hogy a Túcsellózzal valaha életem során fogok élőben találkozni. Vagy azt hittem, hogy életedben egy színpadon állni velük. Nem, de ilyen fajta ambíciókat nem dédelgetek a Supergirl-ről kapcsolatban. Jó, én akkor ezt föl fogom rakni én is a kivégzendők listájára, csak léci, hozd föl magad, mert jövő hétre tényleg elfelejtem, hogy mi volt a Walking Dead-be. És megint meg kell néznem. Akkor elfelejted, és akkor én visszaszpoilerezem neked. Igen, és majd lefaszlak, hogy amilyen köcsög vagy, nem is láttam. Na mi ez a videó, Fifika? Hát a Microsoftnak a HoloLens-e, amiről beszéltünk. Ja. Úgyhogy tájékozódjál te is, mert nehogy aztán 5 év múlva majd valami Apple fejlesztésbe találkozzál vele. Csak egyet kérek, hogy az Apple-t Apple-nek mondjad, és akkor az már nekem nem már sokkal jó. Engem az a... Mi ez? Fifika ilyen. BIT és Apple. BIT és igen, Apple. Nekem is van ilyen haverom, aki még ezt meg tudja fejelni, hogy épül. Mi épül, bazd meg? Épül. Na de egyébként azt nem nagyon akarom nektek... Mindegy, a feleségem úgyse hallgatja. Remélem.
a podcastet. Majd szólunk. Most kiderül. Hogy nagyon-nagyon elgondolkoztam rajta, hogy nagyon szemezik már kinn is, mikor kinn voltunk, de itthon is, hogy rengeteg problémája van neki az iMessage-elés, és majd biztosítóhoz kell vinni a telefont is, és mondom, jó, szeretne akkor... Szeretne egy rendes androidos készülőt. Rohadjál meg. Hogy... De nem olyat tudod, mint a tiéd, hogy kék halállal, meg faszom tudja, hogy lefagy 20 percenként, csak tudod, ilyen funkcióknak egy telefonáltak nekem. És akkor most nagyon nézegeti ezt az S6 Edge-et. A pluszra hát nem lehet rábeszélni, mondjuk én se tudnám magamat, de szerintem akkor azt fogom neki beújítani karácsonyra, csak még itt próbálom magam meggyőzni, hogy 0%-os számlával vajon beleugorjak-e, mert hát természetesen a hazai GSM kereskedők. Charlie, neved meg, neved meg. Hát ez egy vélemény volt, köszönöm szépen. Mire megveszed, ki jön a következő? Nem, Samsungot ne. Samsung. Jó, oké, leesett, S6. Vegyél neki egy jó Huawei-t. Így van, épp ezt akartam mondani. Teljesen jó az op-rendszere, iszonyúan egybe vannak a Huawei telefonok. Neked van közöd a Huawei-hez? Semmi. Én már láttam semmi. Olyan embert, aki foglalkozik Huawei-jel, és mellettem ül nap, mint nap. Szóval nem. Ettől függetlenül, és azt nem tudod, hogy a Huawei, mert hogy nem Huawei, hanem Huawei, az bizony tiltólistás rengeteg országban. Miért is? Azért, mert a Huawei-nak kimondatlanul vannak olyan hardware és szoftver komponensei, amiről felmerült a gyanú, hogy hát bizony ez valamit valahova csinál. Jaj, hát az Hogy kell mondanom? Na, most jó a hangod, tehát eddig szar volt, most jó a hangod. Hogy kell mondanom? Nem épül. Apple. Az Apple nem csinál ilyeneket? Nem tudom, mire gondolsz. Ha megfogalmazod konkrétan, akkor meg hát tudom mondani, hogy adatot gyűjt rólad, meg nem. Felhő, tehát hal biztonságos. Várj egy picit, kevered a szezont a faszommal. Az, hogy felhőszolgáltatást használsz. Oda semmit nem tudok keverni. Az, hogy felhőszolgáltatást. Olyan vagy, mint az emmisek, az meg. Elmondasz valami hülyeséget, és aztán nem hallgatsz meg. Tehát az, hogy felhőszolgáltatást használsz, az nem ugyanaz, mint hogyha neked van egy szoftvered, ami a cégnek, a saját cégének, ugyanúgy, mint mondjuk az LG televízió, adatot szolgáltat rólad. És mekkora botrány volt az LG-ből is, hogy hát például ők bármikor be tudják kapcsolni bazd meg a kamerát a tévéden. Az más cég ugyanezt csinálta. Hát felhasználói adatokat gyűjtött rá. Azért kicsit másról van szó, ezt én is konkrétan hallottam, de azt azért annyira finomítsuk ezt a történetet, hogy nem arról van szó, hogy vannak országok, ahol a tévfogyasztó nem birtokolhat nem. Távközlési cégek bannolták, kormányzati szférában, úgy. Rúterek, ennyi. Hálózati eszközök, stb. Ezt én is hallottam, igen. Igen. Tehát itt most nem arról mondom, sose ezt mondtam, hogy telefon, hanem például... Ja, a cég, az rendben. Nem cég. Távközlési cégek, akik például használnak olyan Huawei alközpontokat például, amik a telefonálásban igen jelentős szerepet vállalnak, vagy például azt mondja X kormányzat, és itt nyugodtan helyettes is be U-val kezdődik, és A-val végződik S a közepe. Uganda. Mondom, igen, ezért mondtam, hogy S a közepe. Ott ez tiltólistás. Na mindegy, millió és egy alternatíva van. Neki, figyelj, Fifika, bazd meg, mikor egy nő szín alapján vesz kocsit, akkor te mi a faszomat persze, magyarázol, persze, hogy jaj, megint, tehát figyelj, Fifika, várjál. Nem, az a legerősebb érvem, tudod, hogy mint az üvegtigrisbe, hogy ebbe boldog lenne a tököd, lalikám. Tehát tudod, hogyha ő azt szeretné, és ő attól boldog, hogy neki ez van, akkor legyen bazd meg. De tudod, ez a végső érve egyébként, tehát hogyha igen. A feleségednek ez kell, akkor minek hozd a fejedre a bajt, hogy valami mást adjál neki. Na ez az, érted? Tehát látod,
iPhone is, az mégse jó neki. Na, most meg akkor majd tudom azt mondani, hogy édesem, ezt a lovat te akartad. Úgyhogy, na, ezen gondolkozom, de ha nagyon megtetszik nekem, még lehet, hogy én is beleugrok ebbe a történetbe. Nem fog tetszeni, most szólok. De nyomkoráztam a kollégámét, aztán majd még egy kicsit... Hát nekem az a touchvész felület, apám, az annyira borzasztó, hogy... Rá lehet tenni a házi, gyári Google Home-ot, és onnantól kezdve használtok. Én is ezt csinálom a Huawei-jel, mert bármennyire szeretem a hardverét, bocsánat, kiveszem a szopókát a számból, és akkor nem beszélek ilyen hülyén. Azért mondtad, hogy Huawei, mert a szádban volt a szopóka, de egyébként Huawei. Az első dolog, amit lecseréltem rajta, az a saját újjaj volt, és rátettem a gyári Google-t, mert végre a Google-nek van gyári homescreen alkalmazása. És de hogyha nem tudják a userek, hogy mi az az UI, vagy másképpen UI, az a user interface, azaz a felhasználói felület. Amit böködni kell. Kis színes rovatunkat amit, hallották. Amit én minden telefonomon lecserélek. Egy Xiaomi. Jól mondom? Csak? Nem. Xiaomi. Nem. Xiaomi. Egy Xiaomi felület. Shaolinos felületet használ. Így van. Ja, az az usankás nyúl, vörös csillaggal. Az. Zsír. Szerintem, fiúk, de el kell gondolkoznunk, hogy csináljunk egy tech podcastet is. Elmehetne hát minden igen. Adásból 10 perc arra, hogy Fifikának megtanítjuk, hogy kell kimondani, és akkor utána beszélgethetnénk róla. Épül, bazd meg, épül. Veletek is ki vagyok. A vízből. Na, mi ez a videó? Akkor ez az Oculus, vagy mi az anyánkénya? Ez nem az Oculus. De én szerintem, figyelj, ne, ezt ne csináljuk. Tehát most ennél azért van fontosabb dolog. Szerintem most rakjuk be Mujónak a videóját, meg az enyémet. Jó? Ha? Jó. A virtuális valóságnak az is elmegy. Jó, és a kultúra Facebook? És ha felváltva pislogtok a bal és jobb szemetekkel, akkor még 3D hatást is kelthet. Ki az a majom, aki ezt kipróbálta? Hát én most. Szintén zenész. Jaj, a medvetámadás Erdélyben. Igen, zseni áll. Oké. Okay. Azt már föltetted? Nem, azt nem? Most fogom majd föltenni. Hát akkor légy szíves. Jó, és akkor... Adás cím. Kattintsatok át, jó az, amit oda beírtam? Nekem jó. Lapos és semmit mondó, de most jó lesz. Hát így finoman lenullázták. Laposnak lapos. Köszönöm szépen, Krisztián. Mondjál jobbat, mert hogy tudod, sose beszéljük meg spontánul, és most se. Hova írtam, és éppen csinál. Ezért ez volt az ötletem. Vagy lehet felre led, vagy ledre fel. Hát most megfogtál, nem ugrik be semmi így csípőből. Jó, akkor én azt javaslom, hogy legyen az adás címe a ledre fel, mert hogy mindenki ledre lenne jó, hogyha kerülne. És az nem lenne jó, hogy led falra fel? Ó, ne cifrázzuk. Igen. Nem, mert a ledre fel az ledni vagy nem ledni. Na, akkor legyen az. Legyen, ez tök jó. Ledni vagy nem ledni. És még mindig nem küldted a pólóterveket, Krisztián, pedig ilyenekkel lenne tele. Ledni tényleg, vagy is nem ledni. Így, ahogy írtam, nagybetű, kötőjel nélkül minden, tudod, most én MHS-szel hadilábon állok. Ó, igen, ez így klassz lesz. Pont képzeltem a lelki szemeimmel, hogy fog magyarul kinézni ez a mondat. Fakje. Oké, all right, bedobjuk. Ja, egyébként azt meg kell jegyezzem, hogy a screenshot, ami a videón van, Krisztián, azért ott kattingattam ott a képkockákat, hogy megint egy jó csípjek el rólad. Tehát volt ott volt mindenféle fejed. Nagyon köszönöm, de szerintem, mindenkivel így van mozgóképen. Hát szerintem a legfrankibb akkor is az lenne, hogyha kicserélnénk, amikor a macskát belenéz a lencsébe, az mindenképp küldene. És azt így, mikor félszemmel így benne van a macska, hogy mi ez? Az berakni. Szerintem tökre funny lenne. Jó. Ne bóckodjuk el. Nem. Várjál csak, most azon gondolkozom, Fifika videója miért nincs fönn?
Na. Mert még nem csináltam meg. Egy. A kettő, a zakom tisztítóban van, mert én nem leszek olyan bunkó, mint te, az meg, hogy odaállok egy csíkos ingújba. Ingújba, amikor a Krisztián zakót húzott. Tehát... Édes Istenem, ezért mióta megvan ez az egyetlen zakója, azóta csak ezt látom rajta. Meg kell adni amúgy. Nekem is, nem, azt hiszem három zakom van. De van egy eredeti Londonba kukázott zakom, én abba szeretek mindenhol megjelenni. Azt hittem, azt mondom, van egy Londonba, van egy Dunakeszin kukázott, és majd most a... Nem. Meg a Hargitai zakó, alias meg Bekecs. Hargitai zakó, így van, medve bunda, ennyi. Én az életszagát adtam meg ennek, hogy nem kell mindenkinek zakót húznia, lehet bárhogy, annyian sokszínűek vagyunk. Annyira sokszínűek vagyunk, bocsánat. Úgyhogy csapassátok a videókat, fiúk, lányok. Mi vagyunk az, mert annyira sokszínűek vagyunk, mi vagyunk a szivárvány, a vépelés egén. Is, oh. meg így legalább látjátok, hogy egyébként ennyit akartam még a végére mondani, hogy most nem lesz nyeremény, most nem lesz ajándék, meglátjuk, hogy így hányan küldenek be videót. Küldeni sok aranyos kedves videót. Ha nem lesz elég, lemondunk. Mindenhonnan. Ha nem lesz elég, aki nem küld videót, az számítson rá, hogy éjjel 3-kor fogunk becsöngetni egy kamerával. És azt a videót tesszük majd föl. Igen. Igen. És megkérdeztük, hogy itt a fél disznó hova támaszunk. Igen. Hadd kérdezze meg, elindítottátok a felvételt? Igen. Ó, jaj, nagyon jó. Igen. Krisztián szívinfarktust tudja rámozni. Jó, akkor most majd állítsátok le hamarosan. Én elköszönök. Kamerára fel. Mindenki tárazza be a videóját. Sok jó videót várunk tőletek. Örülök, hogy itt voltatunk. Szevasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!